Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornámban, én Petra vagyok, és a mai napon eljöttem nektek egy újabb videóval. A mai napon a tiszazugi méregkeverő asszonyokról fogunk egy kicsit beszélgetni. Úgyhogy kezdjük is el! Mindenekelőtt azzal kezdeném, hogy mikor is játszódik ez a történet. Ez a történet 1911 és 1921-ben történt, és Magyarországon egyébként, nyilván a tiszazugból rájöhettetek, hogy magyarországi történetet fogok most, illetve magyarországi esetet fogok a mai videóban feldolgozni nektek, és azt is fontos megértenünk, hogy akkoriban 1911 és 1921 között milyen helyzet volt Magyarországon a nők részéről, illetve hogy a nőknek milyen helyzetük volt Magyarországon. Az első és legfontosabb dolog, amit tudni kell, az az, hogy akkoriban még a szülők választották ugye lányuknak a vőlegényt, tehát a lányoknak semmiféle beleszólás nem volt abba, hogy kihez akarnak férjhez menni és mikor. Úgyhogy ez a legfontosabb, amit tudnunk kell. Nagyon-nagyon sokszor erőltették ugye ezeket a lányokat nyilvánvalóan, mert nem ők választották, nem választhatták ők a férjüket, ezért nagyon sokszor a lányokat rá kellett erőltetni a férfira, és az lesz, amit én mondok, és neked semmiféle beleszólásod nincs, hogy mi történik, hogy kihez mész hozzá. És a lányoknak mindenféleképpen el kellett fogadniuk azt, hogy ők kihez, tehát mindenféleképpen el kellett fogadniuk a szüleik választását. Illetve a válás sem volt nagyon népszerű dolog. Ez nem volt egyáltalán elfogadott társadalmilag. Talán olyan esetekben, amikor a férj ugye bántalmazta az asszonyt, vagy alkoholista volt, még akkor talán szóba jöhetett a válás, de akkor sem volt igazán populáris dolog a válás. Általában a nőnek csak tűrnie kellett, és el kellett fogadnia, hogy ő mostantól egy-egy ilyen életet fog élni, hogyha esetleg valami ilyesmi történt. Nyilvánvalóan, hogyha egy nő elvált, az a saját és a családja megítélését is rontotta. Ugye ekkoriban történt az első világháború, és a harcképes férfiakat nyilván elküldték a háborúba harcolni az akkori osztrák-magyar monarchiáért. Nem szeretnék nagyon-nagyon történelembe belemenni, mert annyira nem értek a történelemhez, úgyhogy nagyon óvatosan megyek bele még ebbe a pici részletbe is, de gondoltam fontos megemlíteni, hogy ugye nyilván a férfiak elmentek a háborúba harcolni az országért, és Nagyrévben szállásolták el a hadifoglyokat. Nem tudom, hogy pontosan miért pont Nagyrévben, valamiért Nagyrévben, és ugye hát nyilvánvalóan mondanom kellett volna, de a történet Nagyrévben és Tiszazugban játszódik. A hadifoglyok ebben a faluban, ugye Nagyrévben korlátozott szabadsággal bírtak, így a nőknek alkalmuk volt szerezni szeretőket ott, egy vagy akár több, ugye külföldi szeretőt is, amíg a férjük távol volt. Gondolom, hogy a hadifoglyok közül most, hogy pontosan hogyan működött ez az egész hadifogoly dolog, hogy ők ott most szabadon mászkálhattak vagy sem, azt nem tudom, de ebből nekem úgy tűnik, hogy ott szabadon mászkálhattak ezek a hadifoglyok, és nyilvánvalóan a nők látták őket, és elég sok közülük viszont kezdett el, mint mondtam, egy vagy több férfival. Viszont amikor a férjük hazaértek, ugye a háborúból, bármilyen dolog miatt, akkor ők visszaszerettek volna térni a normális életükhöz, és nagyon sokan, amikor megtudták, hogy az asszony miket csinált a hátuk mögött, egyrészt nagyon-nagyon erőszakosak voltak, és mint mondtam, mindenáron vissza akartak térni a régi életükhöz, és emiatt nyilvánvalóan a szeretők nélkül, és emiatt a nők még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültek. Na és akkor ekkor jött Farkasné Olá Zsuzsanna, aki egy bába volt, későbbi újságcikkekben egyébként úgy említik, halálbába, ami szerintem tök jó név. igen, hát annak tudatában, hogy miket művelt, nem csodálom, hogy így kezdték előtt szólítani ilyen újságcikkekben, de akkor még
csak bába volt, és ő kezdte el terjeszteni és titokban meggyőzni a falubéli asszonyokat arról, hogy ha szabadulni akarnak a nehéz helyzetükből, akkor egyszerűen csak öljék meg a férjüket, és szabadok lesznek. Azt is javasolta ezeknek a nőknek, hogy arzént használjanak ahhoz, hogy megszabaduljanak a férjeiktől, és ugye az akkoriban akkoriban jelent meg ez a légyfogó papír, amit én egyébként mostanában is szoktam látni, ilyen falusi házakban, hát nem tudom, évekkel ezelőtt láttam már, de tuti, hogy láttam, még mi is használtunk szerintem, az, hogy a plafonra azt hiszem így felakasztod ezt a légyfogó, légyfogó papírt, vagy így felragasztod, én nem tudom, és abból ugye belemennek a legyek, és akkor úgy meghalnak, és meghalnak, igen. És ezt használta, illetve ezt javasolta Zsuzsanna, hogy ezt áztassák ki tejbe vagy vízbe, és az ebből kapott mérget, méreggel etessék meg, vagy itassák meg a férjeikkel. Tehát, hogy rakják az ennivalójukba, az innivalójukba, akármi, de hogy ez ezzel egy ilyen megoldást kínált a problémájukra. És akkor természetesen a nők elkezdték ezt a módszert alkalmazni Zsuzsanna bátorítására, úgyhogy gondolták, hogy milyen jó ötlet, és egyébként ezek a gyilkosságok, Nagyrév és, hát nem gyilkosságok, hanem gyilkosságok, Nagyrév és Tiszakürt környékén történtek főleg, és ebből ugye ered az a név, hogy a Tiszakürt? Nagyrév és Tiszazug, bocsánat, Nagyrév és Tiszazug környékén történtek főleg, és innen jön az a név, hogy a tiszazugi méregkeverő asszonyok, illetve kaptak egy másik nevet is, ez a név pedig az volt, hogy a nagyrévi angyalcsinálók, ami szerintem nagyon szép név egyébként, angyalcsinálók, nagyon-nagyon szépen körülírják, hogy mivel is foglalkoztak ezek a nők. És akkor most is szeretnék egy kicsit beszélni Oláh Zsuzsanna életéről. Ő 1862-ben született Nagyréven, apja Oláh István, anyja pedig Sebestyén Zsuzsanna voltak. Volt két idősebb testvére, Bálint és Lídia, róluk nem találtam túl sok mindent, meg egyébként a gyermekkoráról se találtam túl sok mindent. 1884. november 22-én ment férjhez Fazekas Gyula nagyrévi népszámoshoz, és született négy gyerekük. Az első gyermekük Mária egy hónapos korában meghalt kelevény miatt, és a többiek név szerint Mária, Gyula és István megérték a felnőtt kort. Egyébként itt szeretném megjegyezni, hogy milyen jó ötlet az, tehát nem tudom, hogy észrevettétek-e, de az első gyereknek az volt a neve, hogy Mária, és akkor utána a következőnek megint az, hogy Mária, tehát nagyon szerették volna, hogyha ez a Mária név, ez benne marad, vagy benne lesz így a családban, úgyhogy fura egy kicsit, hogy így ugyanaz a neve a két gyereknek, mindegy, nem lényeges annyira, csak így feltűnt nekem, hogy annyira fura volt, hogy így nem tudom, az első gyerek után nevezték el a második gyereket, nem tudom. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor kezdett el Zsuzsanna bábaként dolgozni, de bizonyos források szerint 1893-ban kezdte el. Mondom, ez nem teljesen biztos, de mondjuk azt, hogy 1893-ban kezdett el bábaként dolgozni. Nem lehet pontosan tudni, hogy mikortól és hány szülésnél volt jelen egyébként Zsuzsanna, mert a nagyrévi keresztelési anyakönyvben csak 1893 és 95 között jegyezték be a szülésznők nevét ugye a születések mellé. Nem tudom, hogy ez pontosan miért volt így, hogy miért nem jegyezték be, de emiatt nem lehet tudni, hogy Zsuzsanna egyébként mennyi szülést vezetett le. Annyit tudunk, hogy 1893-ban 2, 1894-ben 1, és 1895-ben 4 szülésnél segítkezett Nagyrévben, ezeket ő valamiért bejelentette, és ebből gondoljuk azt, hogy
ekkor, körülbelül ekkor kezdhetett el bábaként dolgozni. Körülbelül 1900 óta foglalkozott gyógyítással, egyébként 1911 és 1921 között 10-szer volt börtönben abortusz végrehajtása miatt, de mindig kiengedték az olyan bírók, akik ugye abortusz, tehát akik az abortuszt támogatták, illetve az is közrejátszott abban, hogy nem tudták a börtönben tartani, hogy állítólag nagyon-nagyon jó ügyvédje volt. Meg is találtam, hogy mi volt az ügyvédjének a neve, hogy ki volt az ügyvédje, de nem tartottam annyira fontosnak, úgyhogy nem igazán jegyeztem le, és nem jegyzeteltem le magamnak. Nem baj. Állítólag volt egy rivális kollégája, aki miatt egyszer, vagy talán párszor, ugye a rendőrök felfigyeltek arra, hogy ő abortuszt végezel. Nyilvánvalóan ekkoriban az abortusz tiltott volt, nem szabadott semmiféle abortuszt elvégezni, és ő megint csak ezzel, hogy az abortuszt végzett el, a nőket szerette volna segíteni. Ugye nyilván nők, akik abortuszra mennek, nem szeretnének gyermeket valamilyen okból. Én azt gondolom, hogy főleg ezek az okok olyanok voltak, hogy a férjük verte őket, és akkor féltek, hogy a babát is bántják. Nem vagyok benne biztos, sok oka lehet, de ezért szerintem ezért segített ezeknek a nőknek, mert szimpátiát érzett irántuk, vagy nem tudom, mindegy, ő csak gondolom segíteni akart ezekkel az abortuszokkal. Szóval, de mint mondtam, volt egy kollégája, aki felhívta a rendőrök figyelmét arra, hogy abortusz követ el, és egyébként emiatt meg is ölte őt. Nem tudjuk, hogy mikor, és nem tudjuk, hogy kit, nem tudjuk, hogy hogyan derült ki, de állítólag megölte ezt az embert. Most, hogy kiderült-e, mielőtt ugye történt vele az, ami majd mondani fogok, vagy nem, azt nem tudom, de hogyha igen, akkor meg nem értem, hogy miért nem került börtönbe ezért, de mindegy. 1921-ben felfüggesztették az állásából, gondolom emiatt az egész abortuszos peres ügy miatt, és hivatalosan nem volt ekkoriban ugye bába a községben, mert ő volt az egyedüli bába, hogyha jól tudom, Nagy Révám, és 1925-ig nem volt ekkoriban bába, és akkor a lányát, ugye Máriát 1925-ben kinevezték, és ezután, miután a lányát kinevezték, igazából együtt bábáskodtak, vagy együtt, tehát Mária lett a hivatalos bába Nagy Réven, viszont azt is lehet tudni, hogy Zsuzsanna is jelen volt, és Zsuzsanna is végezte ezt a feladatot, vagy ezt a munkakört illegálisan, úgyhogy. Aztán 1928. október 31-én a férje szívelégtelenségben, vagy szívgyengeségben, tehát volt valami szívével, meghalt, és már azt is suttogták ekkoriban az emberek, hogy mérgezés miatt halt meg, hogy őt is megmérgezte ugye ezzel a légypapíros, arzénos dologgal. Na most akkor térjünk át újra erre az egész arzénos dologra, hogy is folytatódott ez az egész dolog. Tehát nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy Zsuzsanna buzdította fel a nőket arra, hogy használjanak arzént, hogyha meg akarjanak szabadulni a férjeiktől. Viszont későbbi kutatások megállapították, hogy nem ő volt az egyetlen egyébként, aki ezt terjesztette, és nem ő volt az, aki ezt az egészet kitalálta, hanem más nők is ezt így gondolták, hogy ez így jó dolog. Nagyon olcsó, nagyon könnyű, könnyen meg lehet a férjektől szabadulni, miért ne? Viszont az egész történetben nyilvánvalóan őt jelölték meg főbűnösnek, őt tartották annak, aki ezt az egészet ugye elkezdte, aki miatt ez az egész történt, és hát hogy miért? Azért, mert a bűneljárásnak a korai időszakában egyébként 1929 júliusában? Azt hiszem 1929 júliusában ő már öngyilkos lett, és ugye mivel ő ekkor már öngyilkos volt, viszont ugye az eljárás még tartott, ezért nagyon-nagyon sok olyan nő, aki
részt vett ebben a dologban, hogy megmérgezik a férjüket, őt jelölte meg főbűnösnek, hogy ő vette rá őket, mert hogy ugye ekkorra már nem lehetett büntetni Zsuzsannát, mert ekkorra már sajnos halott volt. Ugye a nők az elején főleg férjeiket gyilkolták meg, de aztán kis idővel később úgy döntöttek, hogy néhányan a saját családtagjaikat és rokonaikat is elkezdik öldökölni, mivel hogyha ugye teherré vált számukra, mint például, hogyha volt mondjuk egy beteg gyerek, akkor nem kellett vele foglalkozni, vagy hogyha a férjük ugye hazaért, vagy nem tudom, bátyjuk, vagy akárki, ugye hazaért a háborúból, és akkor ott valamiféle betegséget szerzett, vagy nem tudom, elvesztette mondjuk az egyik testrészét, a lábát, és nem tudott járni, és foglalkozni kellett vele, akkor őket is megölték, mert úgy gondolták, hogy így egyszerűbb, és így nem kell ugye az őket, nem tudom, ápolni. Voltak olyan nők is, akik így módon szerették volna megkaparintani az örökségüket, szóval ebből gondolom, hogy voltak nők, akik a saját szüleiket is, vagy nagyszüleiket, nem tudom, is megölték, illetve súlyos betegségtől szenvedő csecsemőket, kisgyerekeket és időseket is megöltek így módon. Továbbá szeretőket is öltek ezek a nők, hogyha mondjuk valamelyik szerető megfenyegette, hogy elmondja nekik a férjüknek az affért, talán akkor, vagy hogyha a szeretőjük szakított vele, akkor is ezt a megoldást választották a nők. És hogy mi, hogy nem buktak le ezek a nők? Ez a nagy kérdés. Azért nem buktak le ezek a nők, mert Zsuzsanna állt a legközelebb a helyi orvoshoz, és nem tudom, nekik valamiféle kapcsolatuk volt, és az orvos tudott erről, és gondolom nem fette fel, hogy mérgezésben haltak meg. Emellett unokatestvére végezte a halotti bizonyítványok kitöltését, és nyilván ő is tudott ezekről a tettekről. Nem tudom, hogy miért támogatták benne Zsuzsannát ennyire, de emiatt maradhattak ugye felderítetlenül ezek a gyilkosságok, mert így kvázi hamisították ugye a papírmunkát, a halotti bizonyítványt, mindent. Egyébként ebben az időben divatként söpört végig a mérgezés. Ez a mérgezés nagy réven, a nők körében. Nem tudom, hogy a mérgezés hogy lehet divat, de mint mondtam, borzalmasan sok nő kezdte el megmérgezni itt a családtagjaikat, férjeiket, gyermekeiket, rokonaikat, bárkit. És miután a történtekre fény derült, nagyon jó kis nevet adtak Nagy Révnek, ez a név pedig a halál faluja volt. És egyébként mindenkit nagyon-nagyon megrázott, a médiát is, minden, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy dolog volt Magyarországon. Na és hogy hogyan bukott le ez az egész mérgezés, ez az egész dolog, hogy mégis mi történt, kitől jött az ötlet, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan buktak le egyébként, teóriák vannak, én három teóriát találtam erről, hogy mégis hogyan derült ki ez az egész dolog. Szóval az első teória az, hogy egy Szabó nevű asszony szeretett volna megmérgezni kettő látogatót, de ez a két látogató túlélte a mérgezést, és ezáltal ugye tetten érte Szabónét, nem Szabónét, Szabó, ezt a Szabó nevű asszonyt, nem tudjuk pontosan, hogy ki ez. És aztán ezután, hogy mentse a bőrét, ez a Szabó asszony beköpött egy másik asszony, és az a másik asszony pedig azt vallotta, hogy Zsuzsanna, ugye Fazekesné Olá Zsuzsanna volt az, aki ezt erre az egészre felbátorította és buzdította őt. A második teória pedig az, hogy a szomszédos városnak a folyópartján előkerült egy holttest, és egy orvostanhallgató megvizsgálta ezt a holttestet, és nagyon-nagyon meglepődve állapította meg azt, hogy a test tele van arzénnel, és így ugye elkezdtek nyomozni, és ezáltal fény derült a
gyilkosságokra. A harmadik teóriát pedig egy Bodó Béla nevű amerikai-magyar történész író a könyve, illetve elmélete alapján keletkezett, ami szerint, mert írta erről egy könyvet, és akkor ebben a könyvben írta, nagyon bonyolultan próbálom meg megfogalmazni, nem tudom, hogy miért. Tehát az a lényeg, hogy ez a Bodó Béla írt egy művet, ugye egy könyvet, amiben ugye azt írja le, hogy 1929-ben kerültek a nyilvánosság elé ezek az egész gyilkosságok, mert hogy egy helyi újság szerkesztője kapott egy névtelen levelet, amiben azt írta le valaki, hogy a Tiszazú környéki nők a családtagjaikat gyilkolják és megmérgezzék, és akkor erre indult be a nyomozás, és akkor így derült fény a gyilkosságokra, illetve ennek hatására, ennek a levélnek a hatására ugye exhumálták is a holttesteket, és akkor megállapították, hogy mindegyikben ugye nagy mennyiségű arzén van, és akkor így vezették vissza a gyilkosságokat bizonyos nőkre. Nem tudom, hogy miért akartam én ezt annyira bonyolultan megfogalmazni, ne haragudjatok. Azt egyébként tudni kell, hogy az arzén azért eléggé, tehát azért évekkel később is kimutatható a szervezetben, szóval igazából bármikor, amikor úgy gondoltak egyet, és hogy exhumálnak egy holttestet, hogy most akkor megvizsgálják, akkor is kimutatható lett volna az arzén, úgyhogy ezért sikerült egyébként neki kimutatni a nagy mennyiségű arzént a testekben. Szóval akkor is, miután ugye kitudódott ez az egész dolog, visszatérünk megint Zsuzsannához, 1929 nyarán elfogták, büntársai rávallottak, minden nő, akit valaha is segített ezzel a megmérgezéses ötlettel, mindenki rával, és ezek után egyébként visszavonták a vallomást, mert megegyeztek vele, vagy megállapodtak Zsuzsannával, hogyha őt szabadon engedik, akkor valahogyan kiszabadítja a többi nőt is, tehát hogy valahogyan, hogyha Zsuzsanna ugye kiszabadul ebből a helyzetből, akkor segíteni fog a nőknek, akiket ezzel a gyilkossággal vádolták, segíteni fog nekik, hogy őket is szabadon engedjenek. Eléggé naívak voltak, azt kell mondanom, mert még hogyan tudna segíteni rajtuk. Na mindegy. Viszont ugye miután Zsuzsannát kiengedték, a rendőrök nyilván figyelték minden lépését, és innen tudták meg, hogy kik voltak még a bűntársai, és kik voltak még benne ebben az egészben, mert Zsuzsanna felkereste mindazokat, akik még nemrégiben ugye igénybe vették a szolgáltatásait, hogy ugye megkérje a pénzt, hogy behajtsa a pénzt, mert nyilván ezért a nők fizettek. Nem tudom, hogy pontosan miért, hogy az ötletért fizettek, vagy a légyfogó papírért, nem tudom, de valamiért fizettek neki, és akkor így kapták el a többi nőt is. És akkor, mint mondtam, 1929. júliusában öngyilkos lett Zsuzsanna. Nem tudom, hogy pontosan miért egyébként. Gondolom, talán megint elfogták, nem tudom. Mindegy, 1929 és 1931 között 12 tárgyalást tartottak, és 28 gyanúsítottra 162 gyilkosságot bizonyítottak rá. Tehát 28 gyanúsítottra 162 gyilkosságot bizonyítottak, nem kis szám, de körülbelül 300 áldozattal számoltak, ugye a 162 gyilkosság az a bizonyított gyilkosság, viszont nyilván voltak ilyen olyan gyilkosságok is, amiket gondolták, hogy ők követtek el, de nem tudták rábizonyítani, az körülbelül még, vagy nem még 300, hanem ez körülbelül 300-ra tehető az áldozatok száma. És milyen ítélet született? Ugye nyilván azt tudjuk, hogy Zsuzsanna öngyilkos lett, úgyhogy őt nem tudták elítélni sajnos. Hármójukat felakasztották, egy embert felmentettek, és kettő életfogytiglanra ítélt született.
illetve kettő embert pedig életfogytiglanra ítéltek. Szeretnék felsorolni néhány esetet, egy ilyen három esetet, ami történt, hogy így értsétek, hogy pontosan miért is történtek ezek a mérgezések, és hogy miért gondolták úgy a nők, hogy nincsen más kiút, hanem csak az, hogyha megölik ugye ezeket az embereket. Szóval az első esetünk az Csabai Gyuláné-ről szól, akinek a férje egy háborúból hazatért ember volt, gyomorbajos volt egyébként ekkor már, háború miatt, illetve gondolom, ami a háborúban történt vele, valamiféle gyomorgondja volt. Éjjel kizavarta a lakásból az egész családot részegen. Gondolom nem csak egyszer. Nyilván, és gondolom azért durvább dolgokat is csinált. De ez volt az egyik. Akkor a második eset az Cser Lajosnéről szól, akinek a férje... Szóval ez a Cser Lajosné, ez ekkor éppen terhes volt, és a férje verte őt és a gyermekeit is. Tehát a nő terhes volt, és nem csak őt verte rendszeresen, hanem a gyermekeit is együtt, az egész bagázsot, a bagást együtt. És akkor ott volt Pápai Ferencné, akinek volt egy alkoholista apósa, aki rendszeresen zaklatta szexuálisan. Volt egy domináns tag, amely kiemelkedett, ez esetben ő volt Fazekas Gyuláné, ugye Zsuzsanna, mert hogy ő bába volt, és ugye akkoriban a bábák a közösség tiszteletét élvezték, mert hogy ők segítették világra a gyermekeket, sokszor foglalkoztak ugye gyógyítással is, tehát segítettek nagyon sokat ugye a közösségnek, elég sokszor abortusszal is foglalkoztak, holott ugye nem szabadott volna, így ezáltal Zsuzsanna kiérdemelte a tiszteletüket, kiérdemelte a bizalmukat, és ezáltal lehetett az, hogy ő tudta úgymond befolyásolni ezeket a nőket, és ugye a nők teljes mértékben megbíztak benne. Gondolom olyanokat is mondhatott Zsuzsanna nekik, hogy soha nem fog kiderülni, meg ilyesmiket, szóval hát, de kiderült. A bába asszonyok tulajdonképpen az élet és halál ura voltak, ugyanis, mint ahogy mondtam, életet is tudtak adni, tehát világra segíteni egy gyermeket, és abortuszt is el tudtak követni, tehát elhajtani egy magzatot, értitek, hogy mire gondolok, tehát az élet és halál urai voltak, és ugye nyilván, mint mondtam, ennek segítségével ő töltötte be a vezető szerepet így a nők között. Valahol azt is olvastam egyébként, hogy a lánya Mária is ebbe benne volt, és ő is támogatta ezt az egész arzénos dolgot, és ő is segített az anyjának. De ezt nem tudjuk biztosan. Na és hát beszélgessünk most így utoljára a motivációról, hogy miért is akartak ezek a nők gyilkolni. Ezt már egyébként sokszor megemlítettem, hogy szerintem miért, és szerintem azért érthető valamennyire. Nyilván embereket ölni, azt sosem szabad. Tehát ezt én soha nem fogom megérteni, hogy valaki miért öl meg egy másik embert. Valahol mégis meg tudom érteni, hogy ők valahogyan szabadulni akartak az életüktől, és nem volt más választásuk. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kettős dolog így bennem. Nem tudom. Pszichológusok szerint egyébként a végül elítélt 28 személy interjúztatása alapján úgy vélték, hogy a leggyakoribb, erősebb motiváció ezeknek a bűnöknek az elkövetésére az volt, hogy családon belüli erőszak, vagy verbális, vagy fizikai erőszak. Ugye ennek a bántalmazásnak akarhattak véget vetni ezek a szenvedő nők, vagy ezen felül még a nagy szegénység, ugye, mint mondtam, örökségért ölni. Nyilvánvalóan ezek a nők nagyon néhányan, vagy elég sokan nagyon nagy szegénységben éltek, mert akkoriban, faluban szerintem biztos, hogy nagyon nagy volt a szegénység. Illetve itt említenek nemi egyenlőtlenséget is, és az ezekből fakadó állandó évtizedeken át tartó stressz. Ezekből az áldozatokból erőszakot,
elég könnyen erőszakot tud kiváltani, ugye ez a stressz, ez az egyenlőtlenség, szegénység, bántalmazás, és egyszerűen csak azt akarták, hogy legyen vége. Úgyhogy ez volt a tiszazugi méregkeverő asszonyok története. Sajnálom, hogyha nem volt túlságosan összeszedett, én nagyon-nagyon próbáltam minél több információt kideríteni erről a történetről, de nagyon-nagyon nehezen lehet fellelni jó cikkeket és forrásokat erről az esetről. Nagyon sok helyen mást írtak, tanulmányt olvastam róla, valami nem tudom hány oldalas tanulmányt, illetve néhány ilyen újságcikket, meg ilyen oldalon cikket, meg történetet, meg ilyesmiket, úgyhogy kis részleteket vettem ki mindenből, úgyhogy ezért tűnhet egy kicsikét ilyen összeszedetlennek, de én nagyon-nagyon ide igyekeztem. Viszont mindenféleképpen úgy gondoltam, hogy érdemes ezt a történetet elmesélni. Egyébként Fazekas Gyuláné, Olár Zsuzsannát úgy is emlegették az újságcikkek, illetve akkoriban úgy emlegették az újságcikkek, mert találtam egy ilyen régi, hát egy ilyen fórumot, vagy nem tudom micsodát, ahol így a régi újság cikkek, meg az ilyen újság címek fel voltak sorolva. Úgy emlegették őt, mint egy igazi földi boszorkányt, úgyhogy igen, hát nem tudom. Nem tudom, hogy mit gondoljak erről a történetről. Írjátok meg ti is a véleményeteket, hogy ti mit gondoltok róla, és köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Legyen nagyon-nagyon szép napotok, és találkozunk a következő videómban. Sziasztok!